Sziasztok, negyedikesek! Süli Szilvia vagyok, és a Széchenyi Általános Iskolából jöttem. A mai órán a számcsoportok gyakorlásával fogunk foglalkozni. A számcsoportokat azért tanultuk, hogy könnyítést kapjatok a nagy számoknak az elolvasásában, írásában és összehasonlításában. Nézzük is, hogy mit tanultuk az előző órán. Azt mondtuk, hogy a nagyjegyű vagy többjegyű számokat akkor tudjuk könnyebben elolvasni, hogyha hármas tagolással jobbról egy vonalat húzunk, és meghatározzuk az ezresek és az egyeseknek a számcsoportját. A helyi érték táblázatban láthatjátok ezeket a csoportokat, és azt is láthatjátok, hogy mind a két számcsoportban vannak egyesek, tízesek, százasok. Ez az ezresek számcsoportjába ezreseknek hívjuk az egyeseket, illetve tízezreseket határoztunk meg, és százezreseket. Ezekben a csoportokban ezeket a kisebb egységeket rövidítésekkel jelöljük, mégpedig az egyeseket kisevvel, a tízeseket T betűvel, a százasokat S betűvel, az ezreseket nagy E-vel, a tízezreseket T-vel és E-vel, és a százezreseket pedig S és E betűkkel. Nézzük is az első feladatot. Egy számsort láttok. Ebben a számsorban vannak olyan mezők, amelyek üresek. Nézzük, hogy mi következik ezek a számok után. 64.555, 64.556, 64.557, ez egy emelkedő számsor, egyesével következnek a számok, tehát tudjuk, hogy a következő lesz a 64.558, és a rákövetkezője pedig a 64.559. A következő is egy ilyen hasonló számsor. Meg kell nézni, hogy következnek ezek a számok, hogy az ezresek számcsoportja változik-e, illetve az egyesek számcsoportja. Hogyha megfigyelitek, ebben az esetben mind a két számcsoport változik, olvassuk el a számokat, és nézzük meg, hogy következnek. 399.801, 399.901, 400.001. Ha megfigyelitek, akkor itt a százasok változnak, és a százasok változásával már az ezresek száma is növekszik, tehát a 400.001 után a 400.101 következik, és a rákövetkező százzal nagyobb szám a 400.201. A következő számsorban már elől is, és a legvégén is hiányzik egy-egy szám. Nézzük meg, hogy következnek egymás után ezek a számok. 89.410, 89.420, 89.430. Látjuk, hogy az ezresek számcsoportja nem változik, az egyeseké viszont mindig 10-zel növekszik. Ami azt jelenti, hogy az első szám a 89.410 megelőző szám, ami 10-zel kisebb, az pedig a 89.400. Nézzük az utolsó számot, az a 89.430 rákövetkezője, ami 10-zel több, az a 89.440-es. Nézzük a legutolsót. A számsorban megfigyelhetitek, hogy az ezresek száma változik, tehát az 500.010-nek a megelőzője az az a szám, ami 1000-rel kevesebb. Az 500.010 megelőzője a 499.010, és annak a megelőzője pedig a 498.010. Ebben a feladatban a számcsoportokat különböző színnel jelöltem, és ezek a színek használatával könnyebben el tudtuk olvasni a számokat és meghatározni a megelőzőket, illetve a rákövetkezőket. Ha megtanuljuk a számcsoportokat, akkor ez egy nagyon jó dolog, mert le tudjuk ellenőrizni magunkat, sőt, már a feladat, hogy úgy tudunk hozzáállni, hogy magabiztosak vagyunk. Például, hogyha azt a feladatot kapjátok, hogy írjátok le a 6060-at,
akkor már fejetekben már láthatjátok ezt a számot, és el tudjátok dönteni, hogy hány jegyű ez a szám. Ehhez van egy segítségünk. Először is meg kell figyelni az ezresek számát. Ebben a számban 6 ezresünk van, a 6-ot egyetlen egy számjeggyel tudjuk leírni, és tudjuk, hogy az 1000 után még 3 számjegyet kell leírni, tehát az ezresek száma 1, meg az egyesek száma az 3, tehát tudjuk, hogy ez 4 jegyű szám. Hogy is kell leírni? Először leírjuk az ezresek számát, 6, és a 60-at 3 számjeggyel, ami így fog kinézni. Nézzük a következőt. 39 000. Mennyi ezresünk van? 39. A 39-et 2 számjeggyel le tudjuk írni. De viszont tudjuk, hogy az ezresek után ott vannak még az egyesek számcsoportja, ami 3 számjegyet akar. Tehát 39 az 2 jegyű, meg még plusz a 3 az egyesek számcsoportja, tehát ez egy 5 jegyű szám lesz. Próbáljuk leírni, 39 000, tehát az ezresek száma, és még utána 3 nulla. 23 410 a következő számunk. Határozzuk meg az ezreseket. Az ezresek száma ugye 23, ami megint 2 jegyű szám, és az ezresek után még 3-at írunk le, tehát ezt tudjuk, hogy 5 számot kell majd, számjegyet kell majd leírnunk, hogy helyesen írjuk le. Ez pedig úgy fog kinézni, hogy 23 000, tehát 23 és a 410-et leírjuk. 23, tehát az ezresek számcsoportja, és a 410 pedig az egyesek számcsoportjához tartozik. 700 007. Hogyha ezt leírjuk szavakkal, akkor látjuk, hogy ez egy elég rövid meghatározás. De nézzük, hogy hány jegyű ez a szám. Ha meghatározzuk az ezreseket, 700. A 700-at már 3 számjeggyel tudjuk leírni, és az egyesek számcsoportjában csak 7 van, de 3 számjeggyel kell leírni, tehát 3, meg 3, tehát ez egy 6 jegyű szám. Hiába rövid, így szóval leírva, de ez egy 6 jegyű szám. Nézzük, hogy kell leírni, leírjuk az ezresek számát, a 700-at, és a 7-et 3 számjeggyel, tehát 700 000, 7. Nincs százas, nincs tízes, csak egyes van benne. Ez egy hosszú szavakkal van leírva, nézzük, hogy mennyit akar. 458 203. Az ezreseket, a 458 000-et 3 számjegyű, tehát 3 számjeggyel tudjuk az ezreseket leírni, és a 203-at is, tehát ez egy 6 jegyű szám, és a leírását már biztos, hogy könnyedén meg tudjátok oldani. Ellenőrizzük le, 458 203. Következő feladatban Tudor a törpéknek, 3 törpének ad feladatot, és megjelent ez a ceruza, ami azt jelenti, hogy ti is nyugodtan írjátok le azokat a számokat, amit Tudor felad nektek. Először könnyű számok lesznek, és utána egyre nehezednek. Az, ami az előző feladatban volt, próbáljátok előrevetíteni, hogy hány jegyű számot kell leírnotok, így már előre tudjátok ellenőrizni a feladataitokat. Azt mondja Tudor először, hogy 803. Írd le te is ezt a számot. 803. Tudor azt mondja, hogy ezt a számot így kell leírni, nézzük, mit írtak a törpék. Hogyha megnézzük és összehasonlítjuk, látjuk, hogy csak Kuka írta le helyesen, a többiek azok valamilyen hibát vétettek. Nézzük a következőt, írjuk le. 70 142. Próbáld leírni. 70 142. Nézzük a megoldást, és ellenőrizd magad. Tehát 70 142, így kellett volna leírni. Nézzük a törpék, mit írtak le, és hasonlítsuk össze. Tehát látjuk, hogy megint csak egy jó megoldásunk van, és ismét Kukáé a jó. Nézzük a harmadik számot. 300 088.
300.088, próbáld leírni, és utána ellenőrizd. 300.088. Helyesen így kellene leírni. És nézzük a törpékét. Na vajon kiírta le jól? Még mindig nem sikerült két törpének, ismét kukának sikerült jól leírni. Nézzük a negyedik számot. 550.059, próbált leírni. 550.059. 550.059. Mutatom a megoldást. Így kellene leírni. Vajon most kinek sikerült? Hasonlítsd össze a szemeddel. Nézd meg. Igen, most már kettő törpének is sikerült. Ugye Szendének is sikerült jól leírni. És ismét kukának. Kukának ez nagyon megy, ez a matematikai anyag. És nézzük az utolsót. Remélem, hogy eddig neked is minden szám helyesen le van írva. 716.600. 716.600. Ellenőrizd le, mennyi az ezresek száma, mennyi a tízesek száma. A helyes megoldás az így kellene, hogy kinézzen. És nézzük a törpékét. Ki az, aki ugyanígy írta le, megint kettő helyes megoldás van, de úgy néz ki, hogy Kuka elbízta magát, ugye, mert Szendének és Morgónak is végre sikerült egy-egy szám. Én remélem, hogy neked minden számot sikerült helyesen leírni. Nézzük a következő feladatot. Következő feladatban egy helyi értéktáblázatot látsz, és a helyi érték táblázat alatt ezreseket és egyeseket, és közte van egy összeadás jele. Mi azt jelenti, hogy ebben a feladatban megpróbáljuk felbontani a számokat, és felírjuk ezresek és egyesek összegeként. Az első feladatunk az, hogy ezeket a számokat beírjuk a helyi érték táblázatba, és utána pedig felbontsuk azokat. Az első számunk elolvasását, hogy megkönnyítsük, ugye hármas tagolással jobbról meghúztuk a vonalat, hogy lássuk azt, hogy az mennyi az ezresek, mennyi az egyesek száma, és így már könnyedén elolvashatjuk, hogy 47.474. Ami azt jelenti, hogy 47 ezresünk van, ezt beírjuk a helyi értéktáblázatba, és van 474 egyesünk. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy 47 ezresünk van, és 474 egyesünk. Tehát ezt a számot felbonthatjuk úgy, hogy 47-szer 1000, és 474-szer 1. Ha szorzásokat elvégezzük, akkor rájövünk, hogy ez 47.000 plusz 474. Tehát felbontottuk ezresekre és egyesekre. Nézzük a következő számot, ez egy hatjegyű szám. Ahhoz, hogy könnyen el tudjuk olvasni, szintén jobbról három számjegyet leszámolunk, és megjelöljük a számcsoportokat, olvassuk el, 335.033. Az ezresek száma 335, beírjuk a helyére, itt már ugye van 100 ezres is, és a 33-at beírjuk az egyesek számcsoportjába. Nézzük, bontsuk ezt felszorzatra. Hány ezresünk van? 335 ezresünk van, ezt úgy írjuk majd fel, hogy 335 szorozva 1000-rel, és 33 szorozva 1-gyel. Ha ezeket a szorzásokat elvégezzük, akkor megkapjuk, hogy ez a szám felbontható 335 ezerre plusz 33-ra. Ez igazán egyszerű. Nézzük a következő számot, hármas tagolás, és el fogjuk olvasni, 607.006, ha bekerül a táblázatba, ez így néz ki, 607.000-et írjuk az ezresek számcsoportjába, az egyesek számcsoportjába pedig a hatot, szorzás formájába felírjuk, tehát 607 szorozva 1000-rel plusz 6 szorozva 1-gyel, és a szorzás elvégzésével rájövünk arra, hogy a 607.006, úgy, ahogy halljuk, ez 607.000
és 6. Tehát az egyesek számcsoportjába csak 6 van. Következő szám, vagy következő feladat és számok hasonlóak, mint az előző. Meg kell keresni a párját. Ugyanígy fel van bontva a baloldali számok a jobboldali oszlopban ezresekre, illetve egyesekre. Fent fogjuk kezdeni. Nézzük. 875.456. Már ahogy kimondod a számot, már rájössz, hogy mit kell keresned, tehát keresned kell a 875.000-et és a 456-ot, amit remélem, hogy te is megtaláltál a szemeddel, hogy ez legalul van, tehát jobb oldalt a legalsó mező. Nézzük a következőt, 87.458. Tehát keressük a 87.000-et, lehet, hogy több is van belőle. Keressük meg a párját. Igen, 87.458, az 87.000 plusz 458. Következő már könnyebb lesz, mert 4 választási lehetőségünk van. 85.467. Az mindjárt a szemben levő 85.000 plusz 467. Következő, ez egy 6-jegyű szám, 876.356, ennek a párja szembe van szintén 876.000 és 356. Nézzük az utolsó kettőt, 87.558. Ennek a párja itt van legfelül, 87.000 plusz 558, és az utolsó, leellenőrizzük, hogy tényleg a megmaradt mezőnek a párja, így van, tehát megtaláltuk annak a párját is. A felbontásokban láthatjátok, hogy ezek az ezresek csoportjához tartozik, ez pedig az egyes számcsoportot képviseli. Nézzük a következő feladatot. Ezek a nagy számok, már említettem többször, hogy a térképeken és a földrajzban előfordulnak, és ha megnézzünk egy térképet, nagyon-nagyon sok jelet látunk rajta. Nem látunk rajta nagy számokat, de bizony vannak olyan jelek, amelyek ezt rejtik. Például a települések lakosainak a számát. Hogyha megnézzük Vajdaságot, látjuk azt, hogy a nagyobb városokat egy ilyen foltokkal jelölik, illetve a település központjának az alakjával. Tehát látjuk Szabadkát, látjuk Újvidéket, és Belgrád is ilyen nagyobb foltokban van megjelölve. A kisebb települések, azok pedig kis pöttyökkel, körökkel vannak jelölve. Ezek a nagyobb városoknak a lakosai már több mint 100.000-en vannak. Tehát a 100.000 feletti lakosú városokat már így jelölik a térképeken. Mivel most negyedikben Szerbiát tanuljátok, én kilistáztam nektek 4 olyan várost, aminek a lakosai 100.000 és 1 millió között van, mert Belgrádban képzeljétek el, 1 millió lakos él. Itt látjuk Szabadkát, Újvidéket, Nist és Kragujevácot. Szabadkán 105.000. 681 lakos számoltak legutóbb a népszámláláskor, Újvidéken 286.187-et, Nisben 202.208 lakost, és Kragujevácon pedig 150.835-öt. A következő állításokat majd elolvassuk, és el kell dönteni, hogy igazak vagy hamisak, tehát számokat fogunk majd összehasonlítani. Az első ilyen állítás. Újvidéknek több lakosa van, mint Szabadkának. Igaz-e? Tehát keresd meg a táblázatban Újvidékhez tartozó számot, illetve Szabadkához tartozó számot. Igaz-e, hogy Újvidéknek több lakosa van? Igen, Újvidéknek több lakosa van, tehát látjuk a két számot, hogyha összehasonlítjuk, már az ezresek számcsoportjában is látjuk a különbséget. Nézzük a következőt. Újvidéken kevesebben élnek, mint Kragujevácon. Igaz-e az, hogy Újvidéken kevesebben élnek? Hogyha a két városhoz tartozó számot összehasonlítjuk, rájövünk arra, hogy ez az állítás bizony
helytelen, mert Újvidéken többen laknak, mint Kragujevácon. A következő. Nis lakosainak száma több, mint Szabadkáé. Keressük meg Nist és Szabadkát. Igen, rájövünk, hogy igen, sokkal több, tehát majdnem 100 000-rel több lakosa van Nisnek. És nézzük az utolsót. Szabadkának több lakosa van, mint Kragujevácnak. Szabadkának több lakosa van, tényleg? Tehát a 105 681 az tényleg nagyobb, mint 150 835. Tehát nem, Szabadkának kevesebb lakosa van, mint Kragujevácnak, és nem több. Nézzük akkor a mai órának az összegzését. Mai órán a számcsoportokat tanultuk, illetve olyan feladatokat oldottunk meg, amelyekkel ezeket tudjuk gyakorolni. A helyi érték táblázatban, a számokban nagyon-nagyon könnyen meg tudjuk határozni az ezresek és az egyesek számcsoportját, de helyi érték táblázat nélkül is tudjuk jelölni, tehát például a hármas tagolással, egy vonallal, illetve szóközzel is tudjuk jelölni ezeknek a határát, és a mai órán felírtunk néhány számot ezresek és egyesek összegeként. Remélem, hogy a gyakorlás sikeres volt, köszönöm a figyelmet, sziasztok!